Sziasztok! Ebben a videóban végre újra hegesztés. A feleségem unszolására készítek végre egy kétszemélyes ágyat, ugyanis már több mint 8 éve lakunk itt a mostani házunkban, és azóta raklapok vannak ágyként berakva a hálószobába. Úgyhogy most már eléggé ideje volt. 2 darab ilyen fémszerkezetet fogok elkészíteni, és utána pedig majd a most ágyként szolgáló raklapoknak a deszkáiból megcsinálom belőle az ágyrácsot. Ebben a videóban a kész vas szerkezetig fogunk eljutni, 2 darab ilyet készítünk, úgyhogy most ugorjunk vissza a mai munkanap elejére. Tartsatok velem! Got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to bed. Yes, I'm tired. Először is köszönöm azoknak, akik korábbi videók alatt rákattintottak a köszönet gombra, ezzel anyagilag is támogatva a munkámat. Az ő pénzük is benne van a most felhasznált vasanyagban. Egyébként erre, mármint a köszönet gombra való kattintásra, benneteket is mindenkit bíztatnék, sokat tudtok segíteni vele, hogyha akár csak egy kávé árával is támogattok, hiszen például alapanyag vásárláshoz hozzá tudtok segíteni, hogy hasonló videókat tudjak csinálni a jövőben is. 440x40-es 2 mm falvastagságú zárszelvényt vettem, mivel 2 darab 220x95 cm alapterületű ágyat csinálok, amiket majd egymáshoz csavarozok francia ágyjá. Az ilyen vasanyagot a leggyorsabban és legegyszerűbben egy gyors daraboló géppel lehet levágni. Az én Einhell márkájú gépen már elfogadhatóan pontos 45 fokos és derékszögű vágások esetében is. Az anyagot a vágás után sarokcsiszolóval érdemes lesorjázni, és ahol tompa varratokat kell majd hegeszteni, ott érdemes az éleket 45 fokban leköszörülni, hogy a hegesztés erősebb lehessen. Az ágyaknak 25 cm magas lábai lesznek, mert ágynemű tartóként 20 cm magas IKEA-s műanyag dobozok kerülnek majd alájuk. Érdemes ilyenkor minden szükséges anyagot az elején egyszerre levágni és leköszörülni, hogy utána már csak a hegesztéssel kelljen majd foglalkozni. Van már egy korábbi videóm arról, hogy hogyan lehet zárt szelvény szerkezeteket úgy hegeszteni, hogy a csomópontoknál a hegesztés miatt ne torzuljon el, ne húzza el a hegesztés valamilyen irányba. Itt meg tudod nézni, ezre a linkre kattintva. Ez különösen az ilyen nagyobb méretű szerkezeteknél, mint például ez a francia ágy, vagy egy kertkapu, vagy ilyesmi szerkezeteknél igazán lényeges, mert minél nagyobb méretű egy szerkezet, annál egy kisebb, a derékszögtől való kisebb eltérés is, a nagyobb méretek, a hosszabb anyaghosszúságok miatt nagyobb eltérést okoz a végére. Ezért ebben a videóban is külön kitérünk erre. Már itt összeállítottam az egyik ágynak a fő keretét, hogy hogyan nem fog ez eltorzulni, és hogy lesz minden sarka derékszögű, azt nézzük most meg. Hát először is, ugye az én asztalom az durván olyan 180 cm hosszú a hasznos felülete, ezért ez a 220 cm hosszú keret ez nem fért el rajta, ezért két ilyen deszkával alátámasztottam. Alapvetően nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a szerkezetednek a szögei jók legyenek, meg a szerkezet sík legyen, ahhoz egy sík felületen kell ezt csinálnod, ez teljesen alapvető. Ez az asztal úgy lett beállítva, meg úgy lett elkészítve, hogy ennek a felülete sík, tehát ehhez lehet igazodni.
Úgyhogy így, hogy erre felfektettem, ez a szerkezet síkban oké. És ezek után nagyon fontos, hogy maga az alapanyag is megfelelően legyen levágva. Tehát, hogyha nem pontosan vágod le a 45 fokokat, az anyagoknak ugye a 45 fokban a végét, akkor is sokkal nehezebb lesz normálisan megfelelő derékszögeket csinálni, meg hogyha az egymáshoz illeszkedő két 45 fokban elvágott zárt szelvény között rés van, mert mondjuk az egyik vágás nem 45 fokos ténylegesen, akkor azt sokkal nehezebb is lesz behegeszteni, ugye ott sokkal több anyagot kell bevinni, sokkal nagyobb lesz a hajlam arra, hogy átlyukadjon, ráadásul ahhoz, hogy azt a rést befoltozzad, ahhoz sokkal több hőt kell oda bevinni az anyagba, hiszen sokkal több anyagot kell oda beolvasztani, és ez a sokkal több bevitt hő megint csak hozzájárul ahhoz, hogy hajlama legyen annak a csomópontnak az eltorzulásra, hogy valamilyen irányba elhúzza a hő. Tehát magyarul pontosan kell a 45 fokokat levágni, és akkor az egymáshoz pontosan illeszkedő anyagszéleket csak végig kell hegeszteni egy sorral, így visszük be a legkevesebb hőt, így ezáltal csökkentjük az esélyt, hogy majd utána eltorzuljon a szerkezet. A következő lépés az, hogy lehetőleg használjunk hegesztő mágneseket, én legalábbis ezt szoktam. Ugye ezek ilyen háromszög alakú mágnesek, amiket, hogyha beteszel egy derékszögű csatlakozásba, akkor tulajdonképpen már ez is olyan alakba húzza a két csatlakozó zárt szelvényt, hogy megadja a szöget. Nem mindig, tehát azért ezt utána kell ellenőrizni mindig, meg utána kell finoman igazítani egy talpas ilyen derékszöggel. Mindig mind a négy sarkot le kell ellenőrizni, és akkor az egész szerkezetet egy picit utánállítani, hogy mindenhol stimmeljen a szög. És végül maga a hegesztés, hogy milyen sorrendben csináljuk a dolgokat, és egyáltalán milyen technikával csináljuk. A technikán én azt értem, hogy ilyenkor az elején a szerkezetet csak úgymond megpöttyintjük, kis pöttyökkel minden saroknak ezeket a 45 fokban vágott oldalait hegesztjük először, de először nem végig, hanem csak a külső és a belső sarkot egy-egy pöttyel megerősítjük mind a négy sarokban, aztán megfordítjuk az egész szerkezetet, és a túloldalán is ugyanígy a saroknak a külső és a belső hegyénél egy-egy pöttyel megerősítjük. Ekkor még mindig egy picit lehet alakítani, meg lehet, hogy a megfordítás közben esetleg a derékszögtől egy picit eltér, tehát ilyenkor újra kell ellenőrizni a derékszögeket, és ekkor kell végighegeszteni a varratokat, méghozzá úgy, hogy mindig átellenesen, tehát hogyha ezt a sarokvarratot megcsinálom, akkor átlóban a túloldalit kell utána megcsinálni, aztán utána ezt megcsinálom, és negyediknek pedig az ezzel szembeni átlós oldalon lévőt. És aztán megfordítod, és ugyanígy az egymással szembe átlóban lévő sarkokat csinálod meg. Miután ezek a 45 fokban vágott varratok megvannak mindkét oldalon, ez már teljesen jól megfogja a szerkezetet, ekkor már nem fog tudni elmozdulni a derékszögből, és akkor ezek után csináljuk meg a belső és a külső sarokvarratokat. Na, mindkét oldal megpöttyözve, most jön az, hogy ezeket a 45 fokban vágott varratokat kell végighúzni. Én ehhez 100 ampert és 20 volt feszültséget állítottam be a gépem. Ehhez nem nagyon kell sokkal több feszültség, mert még hogyha elég jól is illeszkednek a vágott élek, akkor is egy kis rés lehet köztük, és ott azért hajlamos lehet a
az átlyukadásra az anyag, úgyhogy itt azért óvatosan a feszültséggel. Most először mindkét oldalon ezt a négy varratot gyorsan meghúzzuk. Ja, és azt nem mondtam, hogy ehhez szokás szerint olyan 10 liter per perc körüli gázáramlást állítottam be a reduktoron. Na, most jönnek a belső sarokvarratok, és ehhez jellemzően egy kicsivel nagyobb feszültséget szokás beállítani, hogy itt a sarokban jó legyen a beolvadás, úgyhogy a 20 ampere vagy 20 voltról olyan 21,5-re föltekerem, az áramerősséget azt hagyom a 100-on. Ide leraktam a földre, hogy a külső sarkokhoz is hozzáférjek, ugye ne ott fönt legyen a fenébe. Most jönnek a külső sarkok, ott könnyű túlolvasztani az anyagot, ezért ott érdemes visszavenni a feszültséget, még a 20 alá is lehet menni, olyan 19 és felett fogok beállítani, az áramerősség marad 100 amper. Na, most jönnek a lábak, mivel úgy van kitalálva ez az ágy, hogy ilyen IKEA-s műanyag, lapos műanyag dobozok lesznek alá becsúsztatva, mint egy ágynemű tartóként, és összesen 6 ilyen dobozt vettünk, tehát mindegyik ágy alá 3 fog beférni, és ezek 57 centi szélesek, ezért a lábak között 60 centis szabad helyet fogok hagyni, hogy ott be lehessen tolni ezeket a műanyag dobozokat, és hát tulajdonképpen ennyi, úgyhogy most felteszem a lábakat, innen indul az első, és aztán 60 centinként, és először mindegyiket 4 pöttyel megrögzítem, aztán pedig körbehegeztem. Ugye itt azt fontos megjegyezni, hogy itt kétféle varratot is kell csinálni. Ugye ez a része, ez egy sima sarokvarrat, itt ugye olyan 21,5 volt feszültség. Itt oldalt viszont, mivel ugye az árcelvény, ahogy meghajlítják ilyen négyzet keresztmetszetre, ugye nem teljesen éles a sarka, hanem ilyen legömbölyített, ezért itt egy ilyen nagyobb rés van, ezért ez egy sima tompa varratnak számít, amikor itt összeilleszted őket, úgyhogy ott meg inkább olyan 20 volt körüli feszültséggel fogom majd hegeszteni.
When a girl turns 18, she thinks she's full grown. That's the time you never find that gal at home. Come see me early in the morning, child, just about the break of day. See me hug my pillow. Well, my baby's the day. One drink of wine, two drinks of gin. Pretty young thing who's in the shape I'm in. Come see me early. Na és most a feleségem külön kérésére háttámla, hogy tudjon az ágyban így nekidőlve, feltámaszkodva olvasni, úgyhogy lesz háttámla. Ahhoz két ilyen függőleges oszlop. Fog tartani így egy ilyen keresztirányú vasat. Úgyhogy először ezeket a függőleges oszlopokat tesszük fel. Először csak itt belül két pöttyel, hogy lehessen még állítani a másikat is ugyanígy, és akkor, amikor közé teszem az összekötőrudat, akkor fognak beállni a megfelelő pozícióba, és akkor utána lesznek majd fixre hegesztve. Aztán a másikat, hát ugye pici a műhely, ezért gyakorlatilag szinte megmozdulni se lehet. Ahhoz, hogy azt nem vettem fel, de ahhoz, hogy ezt mindig körbefordítsam, amikor a másik oldali lábakat hegeztem, vagy a másik sarkokat, ahhoz mindig ki kell vinnem a műhelyből, ott kint az udvaron megfordítani, és utána visszahozni ide az asztalát. Ezt már legalább 5-6-szor kivittem és körbeforgattam. Úgyhogy ezzel is elég jól megy az idő. Hát így néz ki a szerkezet, és akkor most nyilván ugyanúgy, ahogy eddig, minden varratot végighegeztek, arra ügyelve, hogy mindig az egymással átellenes dolgokat csináljam, hogy ne húzza el a szerkezetet valamilyen irányba a hegesztés azáltal, hogy mondjuk csak az egyoldali dolgokat csinálom egyszerre. Na, úgyhogy akkor végig. Na ennyi, ebbe a részbe ennyi fért. Tulajdonképpen az ágynak a vasváza össze van hegesztve. Még a lábak aljára kell majd egy-egy 40x40 mm-es lapos vasdarab, amivel ugye lezárjuk a lábak végét, azon fog majd támaszkodni, arra majd egy filc darab is kerül. De ez a jövő zenéje, ebbe a részbe ennyi fért. Kettő darab ilyet készítettem, hiszen nyilván arról volt szó, hogy francia ágy lesz, csak a műhelyemben egy 2 méter széles vasszerkezet aztán egyáltalán nem fért volna be. Úgyhogy két egyszemélyes ágyat csinálok, és azokat majd egymás mellé össze fogom csavarozni. Úgyhogy ebben a részben ennyit tudtam mutatni. Remélem, hogy tudtam segíteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyen nagyobb méretű vasszerkezeteket úgy hegeszteni, hogy az ne torzuljon el, és a végére is a derékszögek maradjanak. Tartsatok velem majd a következő részben is, amikor is majd leköszöröljük a felesleget, felületkezelés következik, és a jelenleg ágyként szolgáló raklapokból elkészítem azokat a deszkákat, amik tulajdonképpen az ágyrácsot, meg ennek a háttámlának a borítását fogják adni. És akkor így elkészül majd az ágy. Szokás szerint, hogyha tudtam hasznosat mutatni, akkor kérek szépen egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
passing you.